Szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy ilyen szép számban eljöttetek, és szeretnék egy költeménnyel kezdeni, amely Sung San Zen mester tanítását röviden és világosan elmondja. Amely így szól, az ember útja, üres kézzel jössz, üres kézzel távozol, ilyen az ember. Honnan jöttél, amikor megszülettél? Hová mégy, mikor meghalsz? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő, amelyik épp megjelenik. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő, amelyik épp eltűnik. Az égen úszó felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes élettől és haláltól. Mégis mi ez az egyszerű és tiszta? Idáig tehát a költemény, és innen jön az a törekvés, amely több száz éve, esetleg több ezer éve jellemez minket, mint embereket, hogy találjunk választ ezekre a kérdésekre, és főleg a legalapvetőbb kérdésre, hogy mik vagyunk mi emberek, és honnan jöttünk, és hová megyünk. És akármennyire is törekszünk, az életünk, a karmánk, a viselt dolgaink, a vágyaink, nagyon keveset engednek láttatni abból, hogy mi van ezen élet előtt és ezen élet után, és talán jobb is ez így. És ez azért fontos, mert hogyha egy nagyon nehéz útszakasznak a teljes hosszát látod, akkor valószínűleg sokkal nehezebben mész rajta keresztül, mint hogyha csak lépésről lépésre, méterről méterre tudod megoldani. Tehát az, hogy ebből az életből kell dolgoznunk nagyrészt, és hogy ebben az életben kapott leckéket kell megtanulnunk nagyrészt. Ez törvényszerű, és ez így rendben is van. Akik elkezdenek keresni, azok rájöhetnek arra, hogy van valami ez előtt, és van valami ez után, de arról édes keveset tudunk, és amit tudunk, az sem ez a normális, idézőjelben normális, tudományos racionalitáshoz, érzékszervi valósághoz köthető dolog, hanem valami, ami ezt meghaladja. És miért tudunk erről olyan keveset? Egyszerűen azért, mert az életünk lefoglal minket. És azt hisszük, hogy ha ezt nem tudjuk beteljesíteni, akkor valami hiányzik. Pedig ebben a pillanatban, ebben az életben minden olyan teendő, olyan kapcsolat, olyan lehetőség jelen van, amellyel foglalkoznunk kell. Tehát ha ezt az életet helyesen műveljük, akkor megoldjuk az összes olyan problémát, amit előző életeinkben követtünk el, és felkészülünk az összes következő életünkre is. Nem várom el, senki nem várhatja, hogy valaki a reinkarnációban így alapból higgyen, és nem is célja ennek az előadásnak, hogy valaki ezzel így megbarátkozzon. Az ok és okozat törvénye működik nagyon kis területen és rövid távon, és működik nagyon nagyra nyitva az objektívet és nagyon hosszú távon is. Ki amennyit belát ebből, annyival dolgozzon. De a belátás rettenetesen fontos. Most mi emberek ezen a bolygón, ebben az életformában rendkívül érdekes helyzetbe hozzuk magunkat és egymást. Tehát vegyük csak a születést, ami önmagában nem egy könnyű dolog. Milyen elképesztő munka megszületni és felnőni. És miután felnőttünk és elkezdtünk látszólag tudatosan cselekedni, beszélni, gondolkozni és érzelmeket formálni, ezek után ilyen elképesztően szoros helyzetbe hozzuk magunkat és egymást. Az első ilyen mondjuk egy párkapcsolat. Tehát ez egy rendkívül kényes egyensúly, ezt mindenki tudja. Rendkívül érzékeny. Az élet egyik legnagyobb tréningje, képzése az, hogy valakivel együtt élsz. Ez lehet párkapcsolat, lehet egy nagyobb család, lehet egy közösség. A minőségi és mennyiségi különbségek mellett a feladat ugyanaz. Tapasztalni a másik embert, tapasztalni az embercsoportot, tapasztalni ezt a világot úgy, hogy egy percre nem vagy egyedül. Berepül egy szúnyog a szobába, mert tudod, hogy nem vagy egyedül.
beugat egy kutya, már tudod, hogy nem vagy egyedül, beszól egy ember az ablakon, biztos, hogy nem vagy egyedül, ha pedig bejön a szobádba és ott marad 20 évig, akkor biztos, hogy nem vagy egyedül. Tehát óriási kapcsolati tréning, és minden, ami benned van, és a párodban, a családodban, a téged körülvevő közösségben jelen van, az megjelenik. És ezért mondom, hogy nem kell az utat külön keresni. Tehát a szellemi út, a felébredés útja, az nem olyan, hogy jobb oldalt piros kerékvetők, bal oldalt pedig a sáv túloldalán pedig fehér. Tehát ezt nem így szokták jelezni. Az ember útja rendkívül érdekes, mert látszólag eléggé keményen meghatározott, nem csak az emberi kapcsolatok miatt, hanem azért, mert az anyagi helyzetünk is olyan, hogy rendkívül ilyen ki van téve a mulandóságnak, a feltételhez kötöttségnek, és a befejezhetetlen vagy tökéletlen minőségnek. Tehát ha az életet megnézed, akkor az szellemi, lelki és anyagi szinten egyaránt nagyon-nagyon sérülékeny, rendkívüli sok energiát kell beletenni, hogy a mulandóságot, a feltételhez kötöttséget az ember valahogy meglássa, és ha kell, fölülírja. És a legnagyobb tanulság az, hogy jó irányba lehet menni, tiszta szándékkal lehet törekedni, de azt a tökéletességet, amit te ideaként hordozol a fejedben, azt nem lehet elérni, vagy ha elérted, nem tudod megtartani. Tehát az ember útja úgy tűnik, hogy tele van olyan csalódásokkal, ami az illúzióvesztésből áll, és rengeteget kell dolgozni a boldogság azon tűnékeny pár pillanatáért, amikor azt mondod, hogy ezt az egészet megérte elkezdeni, megérte megszületni, és ha eleget éltél, akkor tudod, hogy milyen kőkemény feltételek árán valósul meg az a pár pillanatnyi boldogság, ami a miénk. Tehát ha így statisztikát vonsz, és azt mondod, hogy nézzük meg az élet ugye, kiadás bevétel oldalát, csak veszteséget tudsz elkönyvelni, legalábbis a második felében, mert a gyerekek kirepülnek, már több temetésre jársz, mint menyegzőre, és akkor rájössz, hogy mindent, amit kaptál, mindent, amit fölvettél, azt vissza kell adni, és el kell veszíteni. De van valami, ami tiszta marad. Na, ha ezt megtalálod, akkor tényleg létrehoztál, elértél valamit, ami túlmutat életen és halálon, születésen és elmúláson. És ez az a valami, ami a lelkedben, a szellemiségedben ugye tovább vihető. És ez nem egyfajta ilyen homályos, kicsit romantikus reménykeltés, hogy itt majd a síralom vagy ott, aztán majd utána jó lesz, nem erről van szó. Ugyanis a felébredett tudat minősége az ezt az életet megjavítja. A sajátodat, a párodét, a családodét, a közösségedét, a társadalmadét. Tehát minél több szenvedést tapasztalsz magadban és magad körül, annál biztosabb, hogy egy megvilágosulatlan tudattal élsz, és olyannal is vagy körülvéve. Ezek így nagyon egyenesen arányosak. Minél több szenvedés, annál több illúzió, káprázat, téves nézet, kapzsiság és harag. És minél felébredettebb a tudat, annál kevesebb ilyen elképesztően dualisztikus és embernyúzó, világpusztító minőség vesz minket körül, belül is, kívül is. Igen, ám csak, hogy ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor elég lenne egy nagy buddhista tisztogatás, és akkor kiirtottuk egyszer csak a haragot, kiirtottuk a kapzsiságot, kiirtottuk, mert ilyen kis megtaláltuk azt a sprét, amivel lefújjuk az egészet, és csak a szépre emlékezünk, és szép új világ lesz. Hát szerencsére ez nem így működik. Ez úgy működik, hogyha megnézed, akkor sötétség nélkül nincs világosság, boldogság nélkül nincs szomorúság, és ezek a minőségek, hogyha egymást feltételezik, akkor ezen a földön, ebben az életben nem tudsz megszabadulni egyiktől úgy, hogy a másik ne veszne el. És ezért mondta Buddha a Dhammapadában, a rövid tanítási gyűjteményében, hogyha ez létezik, akkor létezik az is, ha ez megszűnik létezni az is. Ez is a kölcsönös függőség és egymásra utaltság tanítása. Tehát mit lehet tenni?
azt lehet tenni, hogy észreveszed első körben, hogy a polaritások, ellentétek hogyan működnek. Tehát elsősorban vonzák egymást, mint tudjuk, tehát ellentétek vonzák egymást, és ebből a vonzásból erő, feszültség, egyebek származnak. És úgy tűnik, hogy enélkül a feszültség nélkül nem tudunk élni. Tehát ekkor süllyedünk depresszióba, ekkor kezdünk el tévésorozatokon élni, ekkor kezdünk el különböző kémiai és egyéb serkentőkkel élni, hogy valami történjen, valamitől dobogjon a szívünk, valami mondja azt, hogy plusz és mínusz összehúzódik, kitágul, itt van, ott van, boldog, szomorú, stb. Ha ez a pulzálás nincs, ha ez a feszültség nincs, akkor nincs energia sem. És ezzel is számot kell vetni. Na most mit lehet ilyenkor tenni, hogy ne ráncson be a kanál? Tehát, hogy úgy kavarjuk ezt az egészet, hogy lehetőleg energiát nyerjünk belőle, és tudjunk is adni ezek után, és ne égjünk szénné. Tehát ezt, mint a jó tábortűz rakó, ha túl közel ülsz a tűzhöz, akkor megégsz, hogyha túl távol vagy tőle, megfagysz. Na innentől kezdve van egy olyan központi jelentőségű fogalom a homlokterünkben, mint a középút. Tehát ez a Mahajánának az egyik legfontosabb tanítása. Ahhoz, hogy emberként bármit elérj, egyensúlyra, középútra van szükség. Bármely szélsőségbe elmegyünk, elképesztő torzulatokat tudunk magunkban és másokban létrehozni, és minél nagyobbra nyitod az optikádat, annál jobban lehet ezt látni. És hogyha a legnagyobbra nyitod az optikát emberi társadalmakban, akkor a birodalmat veszed észre először. Tehát minden birodalom az egy nagyon érdekes eszmeiségből és nagyon komoly emberi karizmából indult ki, és kiteljesedett földrajzilag, anyagilag, politikailag, művészetileg, egyebek. És eltelik pár évtized, évszázad, és ez a birodalom egyszerűen tönkre megy. Európa egy ilyen birodalom gyűjtemény. Tehát ennek mi vagyunk a specialistája, azért ugye Ázsia se semmi a kínai, japán, koreai, indokínai és egyéb berendezkedésekkel. Közel és Közép-Kelet is megadta magáét a mai napig, és nem szűnő módon, de azért, ha nézzük az ideológiai, társadalmi folyamatokat, azért Európa még mindig a birodalmak bölcsője. Az európai típusú gondolkodás a birodalmak egyik ugye kovásza, és mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy európai gyökerű az a két világháború, amely ugye a 20. században eléggé letarolta a világot és a világképet, és azt az embert, amelyeknek úgy útja lehetne, de hogyha háborús konfliktusba és egyebekbe bonyolódunk, akkor ezt az utat szellemileg rendkívül nehéz járni. Azért, mert az ember által alkotott szenvedéssel kell foglalkozni. Tehát nem a születés, öregség, betegség, halál négyesével kell foglalkoznunk, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, miért élünk, hogy élünk, hanem azzal kell foglalkozni, hogy ne találjon el a golyó, hogy legyen mit enni, hogy ne járványban pusztulj el, hogy ne merítsük ki a különböző természeti erőforrásokat, hogy normálisan tudjunk egymáshoz viszonyulni. Magyarul ez a második réteg, ez a legyártott, ember által teremtett szenvedés. És ha megnézed az életünket, nagyrészt ezzel kell foglalkoznunk. Tehát az emberek által alkotott téves nézetek, az abból születő szabályok, törvények, ezek azok, amely az életterhét nagyrészt kiteszik, és nem tudsz a primér problémával foglalkozni, hogy mi vagyok, mint ember, honnan jöttem, hová megyek. És a birodalmak ezt a viselkedést nem szerették. Tehát, hogyha az ember szellemiséggel foglalkozott, az túl sokáig, túl nagy méretben nem szerették, és erre számos példa van. A kínai Tang dinasztiától kezdve az európai középkorig, ahol a Tang dinasztiában gyönyörű 300 éve volt a buddhizmusnak, aztán az utolsó Tang dinasztiabeli uralkodó rájött, hogy ugyan már túl nagy a szabadság, túl kevés a szenvedés, az uralkodó osztály feleslegesnek érzi magát, csináljunk valamit. Csináltak is, bezárattak több mint 10 000 templomot, több mint 800 000 szerzetesnőt visszakényszerítettek világi életbe, meg is szakadt a dinasztia, és lett egy gyönyörűséges polgárháború. Ez megvan a receptje annak, hogy hogy kell birodalmi szinten szenvedést csinálni, ezt a mai napig láthatjuk néha eléggé testközelből. Kisbirodalmak, nagybirodalmak, országok, kontinensek, ezek pontosan ugyanúgy működnek.
Volt ugye középkorban egy karoling reneszánsz, ugye a 8.-9. század környékén, valami a római kor fényéből egy ilyen kis sercintő villantásra úgy még megjelent, és utána az is kihunyt, és egészen úgy Galileiig kell várni, hogy valami Európában ismét kivilágosodjon. És ez ott az elképesztően köves dogmáknak a majdnem 1000 éve. És ebből kellett kijönnünk, és a tudomány önmagában ezt nem oldotta meg, csak egy párhuzamos utat teremtett. Azért mondom ezt, hogy minél nagyobbra nyitod az optikát, annál jobban lehet látni, hogy az emberi társadalmak megjelenése, léte és eltűnése, az hogyan befolyásolja az egyén megjelenését, maradását és eltűnését, milyen születéssel születünk, most is dúl a harc, hogy hol szülessünk, hogy kórházba vagy otthon, hogyan nevelkedjünk, milyen iskolarendszerben, milyen tudattal ugye kerüljünk ki az oktatásból, és utána pedig milyen életet éljünk, milyen szabályok között, és utána pedig, hogy milyen halált halljunk, hogy ez lehet-e a te saját szabad akaratod, vagy meg kell várni, amíg te úgy kihunysz, stb. Tehát ezekre a kérdésekre még abszolút értékű válasz nem született. Úgy tűnik, hogy az elmúlt pár ezer évben nem sikerült egy olyan platformot létrehozni, amire mindenki azt mondta volna, hogy gyerekek, ez jó, ezt nem kell újra gombolni, mint kabátot, nem kell újra gondolni, nem kell újra alkotni. Általában, amikor ezek a normák túlságosan bekövesedtek, és úgy tűnt, hogy emberellenessé váltak, akkor jöttek forradalmak. És a forradalmak önmagukban nem oldottak meg különösebben semmit, csak az, hogy az előző az eltűnt, és jött valami új egy forrongó időszak után. Ha így nézed az ember útját, akkor a Föld az egy elképesztően komoly tisztító tűz. Tehát a veszteséget fogd föl úgy, mint tisztulás. A nyereséget pedig csak úgy, hogy valami kellemesebb leckét tanultál meg, és nem valami kellemetlent. És hogyha így nézed, akkor nem ér csalódás. Tehát a csalódásnak az ellentetje az a biztonság, és a biztos alapra való építkezés. Ha ezt tudatilag elérted, akkor már egy nagyon stabil és nagyon világos életet tudsz építeni, és itt pont az ellenkezője érvényes a birodalmi szemlélettel szemben, minél kisebben gondolkodsz, annál stabilabb lesz. Minél nagyobban gondolkodsz, annál labilisabb lesz. A formák nem ezt mutatják, de a tudat, a lélek pontosan ezt éli át. Ha te magadban biztonságot teremtesz, akkor a körülötted lévők is biztonságban érzik magukat. Ha pedig így az emberrel elszalad a ló, és egy több ezres, több százezres, több milliós tömeget szeretne az akarata alá hajtani, akkor ez ideig, óráig nagyon-nagyon stabilnak tűnhet, és utána pedig elszabadul a pokol. A legjobb példa a francia forradalom. Tehát, hogy 1789-től 1813-15-ig, ugye, amikor Napóleon egyrészt leköszön, és utána elhajózik Szent Ilona szigetére, hogy az alatt a negyed évszázad alatt mi történt, az európai kultúrának az egyik reprezentatív mintája. Tehát 25 évbe bele tudsz tenni több generációnyi történelmet, több évszázadnyi történelmet. És most, hogy ennyiféle példát hoztunk egyéni, családi, társadalmi és kulturális környezetből, megkérdezheted, hogy te itt a 21. század 14. évében mit tudsz ezzel kezdeni, és erre azt lehet mondani, hogy erőt meríthetsz belőle arra, hogy mi az, amit te tenni akarsz, és mi az, amit semmiféleképpen nem akarsz tenni. Ezért fontosak a tanulmányok, a könyvek, hogy tanuljunk a múltból. De ez édes kevés ahhoz képest, hogy a léleknek mennyi dolga van, hogy nekünk embereknek mennyi dolgunk van. És ez az út, ez végül is a belátás és a felismerés útja. Tehát ide lehet az egészet kifuttatni, a belátásra és a felismerésre, amit úgy hívunk, hogy karma, avagy az ok és okozat működése. Tehát amire kényszerűen rálátunk, azt fordítsuk át akaratlagos, szándékos tanulássá. És akkor elkezd értelmet nyerni az, amit itt csinálunk, hogy ne kényszerből lássunk be dolgokat nyögvenyelősen, elkerülő reakciókkal tele, elhárító mechanizmusokkal ugye akadályozva, hanem
nézzünk szembe az életünkkel, nézzünk szembe a karakterünkkel, nézzünk szembe azzal, hogy az ok és okozat törvénye hogyan működik, és akkor nem kívánunk egy következmény nélküli nem létező mennyországban élni. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy az a kényszer, ami az életünkben érvényesül, abban rengeteg energia van, és hogyha megfelelő módon viszonyulsz hozzá, akkor ezt föl tudod használni. És nem úgy érzed, hogy ellened dolgozik a világ, és hogy téged kötnek meg, hanem hogy belépsz egy sokkal nagyobb erőtérbe, mint ami te vagy, képes vagy megtanulni a leckét, képes vagy elfelejteni az illúziókat, és ezáltal tisztább és erősebb leszel. Ez mindenkinek a lehetőségei között van. Csak egyszerűen el kell kezdeni belül lepucolni magunkat, megtisztítani a lelket, a szellemet egy picikét belátóbbá és működőképesebbé tenni. És ehhez különösebb külső körülmények nem kellenek. Nem kellenek mások és jobbak, különlegesebbek, mint amely az életet ugye lehetővé teszi. Úgyhogy ha ezt az ember elvállalja belül, tehát a látást, mint lehetőséget megragadja, és elkezd látni, akkor teljesíti a Buddhának azt a fajta tanítását, amit nem csak ő tanított, hanem nagyon sok ember, hogy az avidja, a téves nézetektől való ugye, terhelt tudat, az kényszerből létrehozza a kapzsiságot, haragot, és rengeteg szenvedést ebből. Ha pedig valaki a látás útjára lép, azt hívják vidjának, ebből van a vidére és a videó szó is, és akkor saját szellemében, saját igaz önvalójának a tükrében látja, hogy pontosan mi az útja. És hogyha ezt látja, akkor tud rajta változtatni. Tehát ha nem látja, nem tud rajta változtatni. Nem tud neki irányt szabni. Nem tud rajta haladni, hanem akkor csak a körülményeknek, a feltételekhez kötött ugye, világ körülményeiknek kitéve egyszerűen csapódik jobbra-balra. És ahhoz, hogy egy úton menj, ahhoz a választás elengedhetetlen. A felismerés elengedhetetlen. Ekkor tudsz irányt szabni a tudatnak, ekkor tudsz egészséges lélekkel élni, és ez nem mutatkozik meg máshol jobban, mint a válsághelyzetek kezelésében. Tehát megjelenik egy válság, mit csinálsz? Bepánikolsz? Dühös leszel? Pótcselekvéshez nyúlsz? Mit teszel? Tehát van-e merszed bátran szembenézni a helyzettel, nem menekülni és nem harcolni? Ez a kétféle reakció van általában, hogy menekülünk vagy harcolunk. Mi van, ha egyik sem? Tisztán szembenézel a helyzettel, meglátod, hogy honnan jött és hová megy, tapasztalod az okot és az okozatot, elfogadod az emberi lét rádeső részét, és ebből a belátásból erőt nyersz. Ebből az erőből másnak is tudsz adni, ez lehet ez a nem dualisztikus tiszta tudat, a tiszta tükörszerű tudat, ez lehet a forrása minden olyan minőségnek, amire vágyunk. Bölcsességre, együttérzésre, önzetlen segítségre, csak nagyon kevéssé hisszük, hogy ezt magunkon kell kezdenünk. Úgyhogy magunkon kezdjük. Ekkor van utunk, és nem végzetünk. Ekkor tudunk kezdeni, és nem csak bevégeztetni. A természet körfolyamataihoz képest az emberi élet olyan elképesztően rövid, hogy mire rájössz, hogy itt miről van szó, alig marad időd. Tehát használjuk ki az időt, és ne pazaroljuk se a magunkét, se a másét. Úgyhogy, ha ezzel kapcsolatban van bárkinek kérdése, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom, és megpróbálok válaszolni rá. Köszönöm. Ez a felismerés fogott meg engem, hogy ez a felismerés, ez mennyire kikényszeríthető, vagy mennyire lehet elébe menni ennek a felismerésnek, vagy ez majd csak úgy jön magától? Nézd, a Buddha idejében ugye ő 28 évig egy ilyen aranyéletet élt, és akkor 28 éves korában a mítosz szerint
egy utazást tett a palotából ki a nép közé, mert addig az apja úgy ezt megpróbálta megóvni, és látta az öregséget, a betegséget, a halált, és egy jógit, aki a fa alatt ült. És a fáma szerint megkérdezte a kocsisát, mint hogyha most egy ember megkérdezni a sofőrt, hogy a királyoknak is eljön a betegség? A királyok számára is eljön a halál? És erre a kocsis azt mondja, igen, felség. Hát akkor ez nekem nem kell, és akkor nekem az kell, amit az a jógi csinál, hogy haladjuk meg az életet és a halált. Ezt tudjuk, hogy nem ennyire egyszerű. Ez egy sztereotípia, amit a mítoszba beépítettek. A Buddha tudati érési folyamata 28 éves korára érett meg odáig, hogy ez a felismerés így megcsapta. Az utolsó csepp volt a pohárban valami, amit úgy mondtak, hogy a palotából tett út. De az lehetetlen, hogy mint egy harcos ember, aki tényleg a ksatria uralkodó és vitézi kasznak volt a tagja, hogy ő ne találkozott volna halállal, sebesüléssel, egyebekkel, őt nagyon jól megtanították, kitűnő nevelői voltak. De 28. életévére ért el egy olyan érési folyamat ugye, hozzá, amely aztán döntésre kényszerítette. És ez az érési folyamat az, amit nem lehet se meggyorsítani, se lelassítani. Ha az ember úgy érzi, hogy még belül nem tapasztalt eleget, akkor hozza magát helyzetbe. Tehát egy olyan helyzetet állítson föl magának, ahol feketén-fehéren kiderül, hogy mit akar. És ezért keressük tudat alatt a kihívásokat, néha nem is annyira tudat alatt. Csak hogy ezek a kihívások ne pusztán egy adrenalin vagy egyéb fröccsöt szolgáljanak, hanem valami magasabbat, ahhoz kell ennek az irányát megszabni. Tehát azt még az ilyen nagy felismerés és nagy ugye, válsághelyzetekből való kijövés nélkül is tudod, hogy mit szeretnél. Tehát, hogyha tudod, hogy mit szeretnél, akkor már van irányod. És ezt az irányt tudod követni. Ha valami hiányzik, és úgy érzed, hogy ez nem elég gyors, nem elég erős, akkor hozd magad helyzetbe. És nagyon gyorsan kiderül, hogy milyen anyagból vagy. Jó? Azzal együtt jár a felismerés, azzal együtt jár az önismeretnek az elmélyülése, és ez az, amikor se elmenekülni nem szabad előle, se harcolni vele nem szabad. Tudomásul kell venni, hogy ebben a helyzetben, ebben a kapcsolatban én így viselkedtem. És ez az a karma, amit én viszek. Ezzel nem vagyok azonos, de ez az a karma, amit viszek, és ebben a helyzetben ez így érvényesült. Ha ezen változtatni szeretnék, akkor az utamnak az iránytűjét máshova kell fordítani, hogy ne ez a kimenetel legyen. Ne ez teljesüljön be. Meg kell látni, hogy ez a karma honnan jön, miből tevődik össze, mit kell rajta változtatni. Ahhoz, hogy én más ember legyek. Tehát a felismerés az ezekből a kemény realizációkból áll össze. Helyzetbe kerültél, így cselekedtél, így gondolkodtál, így beszéltél, így éreztél. És hogyha ez nem jó, akkor ezen kell változtatni. Akkor ezért vannak újra és újra visszatérő hasonló helyzetek? Persze. Valami nekem nem tetszik? Nem úgy akarom a dolgot lezárni ezek szerint? Más kimenetelét szeretnék a dolognak? Sokkal több oka lehet, mint az, hogy nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor is visszajön, de ha tetszik, akkor is. Aha. Mert akkor meg azért. Tehát ha van rajta sapka, akkor azért. Ha nincs rajta sapka, akkor azért. Tehát ez azért fontos, mert bármilyen típusú dualisztikus viszony fennáll közted, és egy másik ember, egy helyzet, egy tárgy, egy élmény a kapcsolatban, az vissza fogja hozni. Tehát, ha szereted, visszajön, ha gyűlölöd, visszajön. Ha teljesen le tudsz választodni róla, és úgy érzed, hogy egy tükörben látod az egészet, és jöhet, és mehet, és nem nyúlsz hozzá, semmivel, se lélekkel, se testtel nem nyúlsz hozzá, akkor el tudod engedni. Hát azért jön vissza, mert leraktál a térbe egy oszlopot, amire az van írva, hogy szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom, én vagyok, nem én vagyok. És ez fogja,
és egy ilyen körpályára állítja. És mihelyt ezt az énséget, ezt az ego tüskét kihúztad belőle, azon nyomban szépen el tud menni, és akkor nem jön vissza. És ez nagyon kicsi és nagyon hosszú távra egyaránt érvényes. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy van egy bumeráng. Ha ezt elhajítod, és egy 5-10 másodperces pályán belül ugye visszajön, akkor láttad, hogy elhajítottad, körbe ment, megfogtad. Hogyha egy másfél perces pályára ugye hajítod el, akkor ez már egy nagyon nagy dobás, és akkor repül, repül, repül. Nem tudom, hogy ez fizikailag lehetséges-e, lehet, hogy valakik ezt tudják ott a törzsek közül, csak tyuk, megfogtad. De mi van, hogyha egy olyan bumerángod van, ami körbe repül egy erdőt? És az erdő szélétől nem látod, aztán a másik szélétől pedig megint látod. Ha pedig egy olyan bumerángod van, ami körbe repüli a földet, és csak nagy sokára tér vissza, akkor el is felejthetted, hogy azt te eldobtad. És egyszer csak az éjszaka sötétjében tarkon vág. És nem tudod, hogy mitől. Vagy itt csak így beleszúr a tarkódba, nem kell tarkon vágni, csak egy pici szúrás van, és mi történt? Hát eldobtad valamikor, aztán a szép csendben visszaért. Jó? Tehát az ok és okozat ilyen szinten csak is ciklikusan látható. Úgy tűnik, hogy egy kis darabját nézed, hogy lineáris. De ha meghosszabbítod, és nézed, az bizony körpályán mozog, amelyben te is benne vagy. Ezt az egészet nem egy személyben gerjesztjük, nehogy már ennyit gondoljunk magunkra, hanem ezeknek a ciklusoknak, ezeknek a körfolyamatoknak mi magunk szerves részei vagyunk, aktívan hozzájárulunk ahhoz, hogy ez történik. Tehát ez egy cselekvő, aktív, generatív szemlélet, és nem pedig úgy, hogy van valami sorsom, és az úgy megtörténik velem, meg ez a végzetem, meg ilyen a csillagjegyem, meg ezt kondicionálták belém, ez volt a neveltetésem, ez volt a családi helyzetem, és nézd meg, mennyit panaszkodunk emiatt, és mennyire keressük a kiutat és a kibúvót azért, mert a múltat, a jelent és a jövőt, és a rajtunk látszólag kívülálló embereket és dolgokat okoljuk azért, mert úgy viselkedünk, ahogy. Ez nonsens. Ez még csak nem is gyerekes és infantilis viselkedés, hanem egy emberhez méltatlan viselkedés, hogy nem vagyunk hajlandóak észrevenni, hogy hogyan hozzuk létre azt a valóságot, amiben élünk, belül és kívül egyaránt. Azt hisszük, hogy magunkra más törvények érvényesek, mint a többiekre, hogy belül más törvények működnek, mint kívül, hogy az életben és a halálban másféle törvényszerűségek érvényesülnek, pedig mindez nem így van. Ez úgy van, hogy a törvény mindig ugyanaz, csak azt látod belőle, amit szeretnél, és amit pedig nem szeretnél meglátni belőle, addig nem látod meg, amíg tarkón nem vág. Vagy homlokon. Attól függ. Tehát ezért kell egészlegesen gondolkodni, és ezeket a torzító mezőket kivenni belőle, hogy mi az, amit én szeretnék. Az nagyon más, hogy az életednek irányt szabsz. Egy mi az, amit én szeretnék látni belőle, na azt ne, inkább lássuk az egészet, és állítsunk föl egy olyan célt, ami nem csak nekünk jó, hanem talán másoknak is. Jó, tehát ezért nagyon jó a kérdés, és ezért van szükség erre a felismerésre és belátásra, amely nem megy konfliktus nélkül. Tehát ez a felismerés kényszerítő erejű tapasztalattal jár. Ezért nem szeretjük. Átalakul az önkép, átalakul a világkép, átrendeződnek a fontosságok, már más a fontos, mint addig. Már más önképen van, én már nem ez vagyok, mint az előtt. Pedig, ha ezt nem vállaljuk be, nem tudunk haladni az úton. Egyéb kérdés? Mi van azokkal az emberekkel, akik ezt... Tehát csak odáig jutnak el, amit hallottunk, hogy okolunk másokat, okoljuk a helyzetet, esetleg a társadalmat, a rendszert, ami gátol bennünket, akadályoz, és csupa-csupa rossz dolgot művel velünk, és nem eszükben nem jut elgondolkodni ennek a másik oldalán. Mert azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, nagyjából azért vagyunk itt, mert már elgondolkodtunk valamilyen szinten, vagy legalábbis valami mocorog. De van a társadalomnak a nagy többsége, akiknek ez meg sem fordul a fejében.
az ő esetükben mi a... milyen lehetőség van? Csodródnak jobbra, balra, és majd egyszer csak homlokvágja őket volna? Annyian vannak, hogy nem tudom megmondani, mi fog történni velük. Tehát ez olyan, hogy úgy ugrálnak, hogy nem tudom megszámolni. Tehát inkább azt, hogy milyen viszony fűzzön minket hozzájuk. Igen, ez lenne. Türelem. Ez fűzze mindenkit hozzájuk. És a türelem mellé óvatosság. És hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor bevállalhatunk velük kapcsolatban olyasmit, amit nem kéne, vagy nem vállalunk be olyasmit, amit pedig kéne. Tehát itt a jelszó az az, hogy miben segíthetünk. És ez a segítség, ez a felébredést és az emberi tudat minőségének a javítását célozza, és nem valami egyéb tevékenységet. Tehát ott kell állni a kötszeres ládával, mert Mihályt észrevette, hogy beverte a fejét és vérzik, valószínű kötszert fog kérni, de addig nem. És ez a durva, hogy meg kell engedni, hogy hibázzon, meg kell engedni, hogy roncson, meg kell engedni, hogy átélje a szenvedését, és amikor abból elég, akkor fog hozzád fordulni. Egyébként falakba ütközöl, egyébként azt hiszi, hogy meg akarod téríteni, azt hiszi, hogy valamit akarsz tőle, amihez semmi köze, és különben is én jó vagyok, a világgal van a probléma, hagyjanak engem békén. Tehát ez az az attitűd, amiről kérdezel. Ez csak úgy változik meg, hogy egy megoldhatatlan problémát lát, hogy egy komoly belső válságot él át, hogy totál káó lesz az élete, valami módon az egóburok törik. És amikor ez a szakadás, törés, válság bekövetkezik, akkor nyílik meg. Nem láttam más utat. Tehát, hogyha az ember úgy szépen, nyugodtan, békésen, lépésről lépésre realizálhatná a magasabb minőségeket, és ez nem kéne traumákat átélni, és sajnos osztani, mert ez is benne van a pakliban, akkor ez egy sokkal békésebb és nyugodtabb bolygó lenne. Az ember nemhogy a más kárán nem tanul, a sajátján sem. A saját közvetlen tapasztalatát nem hiszi el, és megpróbálja a figyelmen kívül hagyni, és meg nem történtét tenni. Az nem is úgy volt. Hát itt van ezért 16.9-es Technicolor HD felbontás, vagy mit csináltál. Az nem is úgy volt. Valaki rosszat akar nekem, és az nem is úgy volt. Tudod? Tehát rengeteg ilyen van. Amikor az első őszinte momentum bekövetkezik, és azt mondja, hogy hibáztam, segíts, vagy baj van, segíts, akkor van létjogosultság ennek az egésznek. És addig belül kell készülni, és nagyon komoly stabilitást és jó minőségeket kialakítani, mert azt zabálják le legelőször. Azért mondom, hogy türelem, mert abból kell a legtöbb. És erre épülhet az, hogy kellő bölcsességgel, együttérzéssel és önzetlen erővel, tehát nem magad számára gyakorolt erővel tudod segíteni ezeket az embereket, akik valahogy a közeledbe kerülnek. És akik nem kerülnek a közeledbe, azok is léteznek, csak azokért kár aggódni, azok majd másoktól fogják megtanulni. Tehát ezért mondom, gondolkodj kicsiben, gondolkodj tisztában, és akkor nagyon-nagyon hatékonynak tűnik ez az egész. Azért tűnik, ez nem rólad szól, vagy bárkiről, hanem hogyha megnézed az emberiség működését, akkor sokkal gyorsabban szaporodtunk mennyiségileg, semhogy tudatilag emelkedhettünk volna minőségileg. Sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint sem, hogy kellő számú ember elérhetné a felébredést. Nézzünk ezzel szembe. Az viszont nem mindegy, hogy te az egyenlet melyik oldalán állsz. Tehát, hogy te vagy az, aki miatt itt készen kell állni, mert a szenvedést termeled újra rekordsebességgel, vagy pedig te vagy az, aki türelmes és hosszú munkával olyan minőségeket hoztál ki magadból, amelyek alkalmassá tesznek téged arra, hogy segíts másokon. Ez nem mindegy, itt van óriási választási lehetőség, hogy te mit szeretnél. Tehát a probléma szeretnél lenni, vagy a megoldás? Ez nagyon nem mindegy. És a gyerekekkel, a gyerekkorral kapcsolatban? Áldott egy fantasztikus időszak, amikor még nem tudja, miről van szó. De azért kaphat már akkor is pofonokat rendesen. De ad is. Meg ad is. Tehát ott például a segítés, a nevelés, ott... Abszolút. Mindenre szükség van, és mindenkire szükség van.
teljes szülői, nagyszülői, oldalági, rokonsági gárda lehetőleg azonos platformon figyelje a gyereket, és segítse, hogy minél világosabb tudattal, minél hamarabb tanulja meg ezeket a leckéket, és lehetőleg kevésbé sérüljön. Majd kapja az élettel. De ha különböző ez a egyik így látja, a másik úgy a családba. Akkor széttépik a gyereket először lelkileg, aztán pedig így egzisztenciálisan is. Gyermekkel helyezés és láthatás bővebben. Borzasztó. Igen? Egy kicsit bővebben, hogy mi a helyes nevelési. Egy kicsit bővebben kérdezzé, hogy mi a probléma. És akkor majd talán. De hogyha ennyire általánosan és elegánsan kérdezel, akkor én megpróbálok nagyon-nagyon általánosan és elegánsan válaszolni. Tehát, mit szeretnél kérdezni? Hát jó irányba terelni például. Kit? A gyereket. Túl sok az ismeretlen az egyenletben. Gyere, itt a gyerek? Nem tudtam még vele így a szemébe nézni. Ez az első. A másik. Tehát nem vagy elég konkrét. Hát például nem tudja, hogy merre menjen. Hány éves? 7 éves. Akkor párkapcsolat van? Hát járnak. Anyuka. Na, szóval... Hogyha van párkapcsolat, akkor rendben van, mert előbb-utóbb rájön, hogy miért van itt. Hadd fussák ki magukat. Te úgy érzed, hogy még nem választott a gyerek? Hát tehát a konkrétan a pályaválasztás például. Hát 17 éves, most mondta, tehát akkor hova siessen? Nem is mondom, hogy siessen, csak van már egy kis frusztráció, hogy most már mindenki ezzel nyaggatja ugye ezt a korosztályt, hogy akkor merre, hova tovább. És kinyaggatja azt a korosztályt? Szülők is? Szülők is, tanárok is. Tehát 17 éves és nyaggatják. Hát jobb, ha hozzászokik, mert ez nem fog elmúlni egy hamar. Tehát nyaggatják, mert látják benne a potenciális anyukát, vagy a párjában az apukát, utána az adófizető polgárt, a szülőt, a satöbbit. Ezek szerepek. És le kell ülni a gyerekkel, aki már nem gyerek 17 éves. Na, szóval le kell ülni a fiatal leánnyal, és elbeszélgetni vele, hogy milyen szerepet szeretnél elvállalni. A sok-sok nyaggatás közepette te ki vagy. És hogyha olyat vállal el, amit ő valójában nem szeretne és nem kell elvállalnia, akkor önmagával szúr ki első körben, és utána pedig következmény szinten a környezetével is. Mert az összes betegségét, depresszióját, egyebét azt a környezete fogja tapasztalni, mert nagyon helytelen döntést hozott, nem volt eléggé érett, és nem volt elég őszinte önmagához. Tehát ezt a felébredési folyamatot kellene segíteni minden gyerekben, felnőttben is, de ha már ilyen korosztályról kérdeztél, és pontosan azért, mert ekkor lesz az individuum, nemhogy csak nemzőképes és munkaképes, hanem ekkor kezd rájönni arra, hogy az egyéni lét miről szól? Hogy van egy test, van egy lélek, egybe van sajtolva, ezt hívjuk életnek, és körülöttünk meg ott a többi ember, meg a világ, és el kell kezdeni gondolkodni, érezni, beszélni, cselekedni, teljesen másképp, mint a gyerek. Tehát a felnőttségnek az első szele az itt csapja meg. Tehát, hogy a középiskolának vége. És akkor irány az egyetem, vagy a munka, vagy most mi legyen, el kell kezdeni dönteni. Egy szó, mint száz, ne nyaggassuk a gyereket, és ne hagyják a szülők, hogy ugye mások nyaggassák, hanem alakítsanak ki egy biztonsági övezetet. Ezt hívjuk békés és bizalomra épülő családi életnek. És ezen belül üljünk le a gyerekkel beszélgetni, tehát kapcsoljuk ki a tévét, néztük eleget, üljünk le a gyerekkel beszélgetni, hogy most te vagy az adás, te vagy a fontos. Ezt már meghálálja. És ne abból a nagyon materiális vagy instrumentális nézőpontból nézzük, hogy most akkor milyen problémát kell megoldani. Tehát ne egy ilyen objektumorientált, pusztán probléma megoldó gondolkodással menjünk neki ennek a beszélgetésnek, hanem egy kicsikét így a szubjektumorientált, hogy valójában benned most mi van és mit élsz át. És ezt nagyon meghálálja, csak iszonyú érzékenyen kell hozzányúlni, mert nagyon érzékeny maga a gyerek. És azzal az empátiával kell, mint az anyuka, és azzal a bölcsességgel, mint az apuka, és akkor a kettő együtt ki tudja egészíteni egymást,
És nagyon fontos az, hogy megismerjük azt a lényt, aki hozzánk született. Ez nem egyértelmű, hogy az évek során valóban megismerjük, hogy ki született hozzánk. Mindig az apa és az anya nézőpontjából nézik a szülők, hogy az a gyerek kicsoda, micsoda, és hogyan kell viselkednie, meg mit kell csinálnia, minden. Nem. Tessék egy kicsikét ettől a szereptől elvonatkoztatni, és mint aki beköszönt a házba 20 évre, szemügyre venni ezt a vendéget. Nincs birtokviszony, nincs függő viszony. Tessék megnézni, hogy ki született hozzád. És hogyha el tudsz vonatkoztatni a szerepektől, a csőlátástól, a különböző ugye, korlátoktól, elképesztő dolgok derülhetnek ki. És ezen az alapon sokkal jobban tudod segíteni a gyerekedet, mint sem, hogy állandóan bele akarom tolni egy skatujába, egy szerepbe, nyaggatom, hagyom, hogy nyaggassák, ami ugyanaz. És hogyha van merszem mélyebbre menni, akkor sokkal, de sokkal autentikusabb válaszokat tudok kapni a kérdésekre, és nem felszíneseket. Jó? Az előbb arról volt szó, hogy a megoldás embere legyen a probléma helyett az egyén, és hogy e felé hogyan lehet törekedni? Elsősorban rendet kell rakni a szobában. Utána a lakásban, utána a garázsban. Eljössz a legközelebbi darmabeszédre is? Jó, tehát szépen sorjában. Észrevenni a megoldandókat, azokat megoldani, és a megoldás újabb teret teremt ahhoz, hogy egy újabb probléma megjelenjen. Ne lepődjünk meg, megoldasz valamit, jön érte más probléma. Igen ám, csak egy idő után a személyes problémák kezdenek elfogyni, ha jól csinálod, és ekkor tudsz segíteni másoknak. Hát én ezt pont fordítva érzem, hogy én inkább másoknak segítek, és a személyes problémákra nem marad időm. Akkor valóban tudsz segíteni másoknak, miközben a személyes problémákat izzanak? Szakmában adódóan. Tehát gépeket javítok, háztartási gépeket, tehát valójában másokon segítek, és ez most már olyan szinten elvisz, úgy érzem, hogy szét. Ez nagyon jó, és ez munkavégzés, de ez nem azonos súlyú azzal, amikor a lelked működését egy picit bekalibrálod, és kenőanyagok, meg súrlódó részek, szénkefecsere, stb. Tehát amikor az ember gépeket javít, az szép és jó munkát végez, segít azzal mások háztartásának. De amikor arról van szó, hogy egy igazi, komoly belső problémát megoldjon, azt egy külsődleges tevékenység nem helyettesítheti. Tudod? És előbb-utóbb el kell kezdeni foglalkozni ezzel a háztartási géppel is. Yeah. Szivárok, csörög, zörög, lentkerék, borzasztó. Tehát egyszer csak meg kell csinálni ezt a berendezést is. És beletekinteni abba, hogy mi vagyok, mi az, ami bennem működik, meg tudom-e állítani, és újra tudom-e indítani? Megtaláltam-e a bekapcsoló és kikapcsoló gombot a szívemen, az agyamon, a stb. Ez nekünk a dolgunk. Tehát a legtragikusabb dolog az, hogyha valamit 5 perc csenddel meg lehetne oldani, akkor azt 5 órás beszéddel se tudjuk, és általában 25 órát próbálunk meg beszélgetni, és beszélni akkor, amikor 5 perc csend elég lenne. Akkor a prédikálás helyett többet ér a kisugárzás, tehát hogy én változom. Hát a nap szerint biztos. Amit én sugárzom. Én azt hiszem, hogy a szóbeli tréningre, tehát a verbális tanításra szükség van. Ez főleg a nyugati féltekén eléggé eltúlzott, mert olyan társamtörténeti hagyományunk van, hogy általában a kognitív, szóbeli vagy írásbeli tanításból szeretünk először érteni és dolgozni, mert elolvassuk először a használati utasítást, és utána a berendezéshez nyúlunk. De hát, ha valaki 30 évig olvassa a használati utasítást, és nem kapcsolta be a berendezést, akkor valami ott ugye elcsúszott és kimaradt.
Tehát most én úgy látom, hogy a kognitív tanulás az kb. 5%. Az összes többi tapasztalat annak a feldolgozása és annak a visszaforgatása. Tudod? És ezt az 5%-ot tesszük mi 90-né, és marad 10%-nyi cselekvés. Tehát szétgondolkodjuk magunkat, amit nem kellene. Tehát amit már nem lehet gondolni, azt ne gondoljuk, azt vagy cselekedjük, vagy ne cselekedjük. Úgyhogy ez azért fontos, mert holnap például meditáció van, és én tudom, hogy itt dolgoznak az emberek, és munkanap van, de ezzel, amit itt csinálunk, töltünk másfél órát, és utána pedig lesz ugye 3 órányi aktív meditáció, mert erre van idő. Amikor az ember egy templomban él, és ezt így teljes műszakban csinálja, akkor hetente van másfél órányi dharma beszéd, és a maradék 166 és fél órában pedig más csinál. Tehát eszik, iszik, alszik, gyakorol, dolgozik, stb. És ez az egész lehet egy meditációs tevékenység. Így már arányosabb. Úgyhogy ezért mondták a kínaiak, elolvastál egy könyvet, 10 000 lépést kell tenned. Ott van egy embernek egy szeretett személy, vagy egy ember, aki nagyon közel áll hozzám, és látja, hogy ő olyan életet él, ami romboló hatású az ő számára. Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg van írva a sorsa, vagy az életútja, hogy amikor leszületett, mit választ. És ha én valamilyen módon tudom, hogy gondolatilag szeretném azt energetikailag rá meggyőzni, hogy jobbá tegye az életét, hogy könnyebben tegye, akkor én nekem ez okoz-e problémát, vagy nekem, vagy bele szabad egyáltalán adni neki olyan lehetőséget, vagy ezt az üzenetet, még ha nem is verbális, lehet neki egy ilyen üzenetet adni, vagy teljesen hagyni kell az ő életét, hogy csinálja, ha a romboló, az romboló, és oda eljut, ahova eljut. A kérdésem úgy szól, hogy bennem, hogyha szeretném, hogy a igénye legyen arra, hogy jobbá tegye az életét, és azt megtalálja, hogy milyen, mi módon, akkor bennem ez mit fog kiváltani? Amit kérdeztél, az nagyon általános és óvatos. És ezt el is fogadom, mert egy csomó minden látszik itt a háttérben. Ebben most nem nyúlunk bele, csak ahhoz, hogy rendesen válaszoljak, valamit még tudnom kell, ami a viszonyt illeti közted és a személy közt, tehát a családtag, munkatárs, vagy csak úgy földim, ez nem mindegy. Tehát azért nem mindegy, mert minél közelebbi a karma, annál nagyobb a felelősséged, és annál nehezebb megoldani. Jó. Tehát, hogyha nagyon közeli, akkor nagyon sok dolgod van vele. Hogyha távolabbi, akkor kevesebb. És az előbb említettem ezt az anyuka és apuka szereptévesztését, amikor csak a saját nézőpontjukból óhatják megoldani a gyerek látszólagos problémáját, pedig az az ő problémájuk, nem pedig a gyereké főleg. Ez a nyaggatás címszó. Tehát én azt szeretném erre mondani, hogy meg kell nézni az adott, mondjuk tételezzük fel, családtag, a családtag lelkében zajló folyamatokat, és rá kell látni, hogy mi generálja az önpusztító hajlamot. Mi az, amitől el akar menekülni, mi az, amit el akar érni, ezt belül merni kell meglátni, és főleg megfigyeléssel, és nem pedig beszélgetéssel, hiszen ők azok, akik a leginkább védik magukat és elhárítják a felismerést, ezzel tudják a szenvedélybetegséget megörökíteni. Tehát minden, ami emberileg elkövethető azért, hogy ő ráébredjen az útjára, hogy ő most milyen úton jár, azt el kell követni. Meg kell adni neki a választás lehetőségét, és meg kell találni azt a kaput, amin keresztül a lelkét el lehet érni. Ezt tudom, hogy nehéz, de ne ingasd a fejed, mert ez lehetséges. Én csak azt szeretném, hogyha újra néznéd ezt az axiómát, amit mondtál, hogy leszületéskor meg van írva minden, nincs. Leszületünk egy bizonyos karmával,
amit a gyerekben lehet látni nagyon korán. De ez a karma, ez nem állandó, nem független, és nem tökéletes. Ez változik. Ahogy cseperedünk és nő a szabad akaratunk, úgy változhat ez a karma. Belátásunk mértékében van választási lehetőségünk. Teljesen világos, hogy valamilyen személyiséggel leszületünk. Már pár hónapos korban lehet látni ennek a nyomait, és 3 éves korra teljes valójában ott szaladgál és beszél. Tehát ez mind rendben van. Tehát, hogy egy induló készlettel jöttünk, mint a fénymásológép. De az, hogy az egész életutunk be van kódolva, és mi pedig, mint a robotok, végigmegyünk rajta, ez nincs így. Nagyon érdekes az emberi lény, mert fogja, és lehozott magával egy rakásházi feladatot, és van egy elképesztően erős szabad akarata, és hogyha a kettő között nincs kapcsolat, akkor van gubanc. Tehát rá kell irányítani a szabad akaratot arra, a leckére, arra a teherre, arra a feladatra, amit magunkkal hoztunk. Na, erre kéne ráébreszteni az illetőt. És ő nem csinál mást, mint ezt a kapcsolatot rombolja. Tehát rombolja a lelke és az akarata közti kapcsolatot. Valamit nem lát, mert nem akar látni, nem képes elviselni. És ezt kéne segíteni benne, hogy lássa meg, viselje el, nézzen szembe vele, és ne rombolja az akarata és a lelke közti kapcsolatot. És ekkor tudtál neki segíteni. És nagyon-nagyon komoly belső érés és esetleges képzettség kell hozzá, hogy ne nyaggassak, rimánkodjak, pöröljek, egyebek, és ne ezekkel a pótcselekvésekkel foglalkozzam, és meglássam, hogy milyen kapun, hogy lehet annak az embernek a lelkéig eljutni. Minél közelebb van, annál nehezebb. Tehát nem jól fogalmaztam. Na hát! Én úgy gondolom, tehát egyetértek ezzel a felfogással, de a kérdésemre, vagy nem ez lett volna a kérdésem igazából, hanem az, hogyha csinál, amit csinál, és én azt gondolom, hogy szeretnék neki segíteni, elfogadó vagyok, ha kér, akkor kér, ha nem tart rá igényt, akkor csak ott vagyok, és csak akkor, amikor tényleg szükségét érzés oda jön hozzám. De hogyha én csak gondolatilag próbálom, hogy tegyen meg lépéseket, akkor azután bennem egy olyan negatív érzésként jön le, hogy hát kellett ez nekem? Itt... Ez most az én egómról beszélek, vagy az én lelkemről. Nem őróla, hanem enyémről szeretnék. Azért a kapcsolat elég erős, mint látom. Tehát ne kételkedj abban, hogy ez a gondolati szándék jó vagy rossz. Te pontosan látod az illető szenvedését. Még az okát is részben. Ha egészben látnád, meg tudnád oldani. De egészben csak ő láthatja. És ez azért fontos, mert a szenvedélybetegség legkeményebb fázisaiban is ki kell tudni mondani a lehető legnagyobb együttérzéssel, hogy te döntesz. Nem az alkohol dönt, te döntesz. Ez iszonyú fontos. Tehát végig meg kell tartani azt a szemléletet, hogy ő neki állandóan van szabad akarata a nap 24 óráján keresztül. Tehát ő dönt. Nem más valaki, vagy más valami dönt. És ekkor tudsz igazán segíteni neki. Nagyon könnyű elvenni egy szenvedélybetegtől a szabad akaratot, mert úgy tűnik, hogy rosszul sáfárkodik vele, és állandóan kiüti magát és ezzel a környezetét is. De el kell jutni arra a pontra, amikor ez kimondható. És hogy utána fizikailag mennyit vagy ott, mit hallgatsz meg belőle, mit teljesítesz a kéréseiből, követeléseiből, esetleges zsarolásaiból, az már a te dolgod. Tehát azt ne kételd soha, hogy a jó szándékú gondolattal bármiféle probléma lenne. Tehát ha te azt akarod, hogy ő jöjjön ki ebből, akkor ha akarsz, még imádkozhatsz is érte, hogyha olyan tudati beállítódásod van. Vagy közvetlenül átküldheted ezt a gondolatot neki. Elképzelheted őt egy világos, szenvedélymentes, tiszta állapotban, és ezt a képet
átküldheted neki. Ezt hívják kreatív projekciónak. És ezek működnek. Csak hogy ezek nagyon hosszú távon és nagyon alacsony hatékonysággal működnek ahhoz képest, amit egy közvetlen kölcsönhatás, egy beszélgetés vagy közös cselekvés létrehozhat az emberben. Amikor csak gondolati, energetikai úton próbáljuk ezt meg, az körülbelül olyan, mint amikor ilyen apróska kis mosogató ruhával törölgetjük a jéghegyet. Attól az nem fog elkopni. Inkább a felhőt kéne a nap elől így elfújni, és a nap majd szépen felmelegíti a tengervizet, a tengervíz megolvasztja a jéghegyet, és ez egyszer csak fogja és átfordul. És ez a személyiségben a pálfordulás. Az, amikor már nem ugyanazt akarja, mint addig. És ezt senki nem tudja, hogy ez mikor következik be. A legnagyobbak se tudják, csak azt tudják, hogy arra felé lehet terelni, segíteni az illetőt, és ekkor tud dönteni, és egyszer a kezébe veszi a sorsát. Addig sodródik, addig a dzsungel elnyelte. És van, aki nem tud kijönni belőle, van, aki belehal. Ezzel is számolni kell, hogyha úgy dönt, akkor belehal. Az is fontos, hogy ne legyél ezzel egyedül. Tehát osszátok meg a feladatokat. Akár időben, akár specializációban, hogy ki, mit, mikor csinál. Jó? Hogy van olyan időszak, vagy pont, amikor magára lehet hagyni, vagy tehát amikor úgy érzi az ember. Hasonló helyzetben voltam én is. És tehát amikor elengedi, hogy jó van ez a te akaratod, és akkor most már csináld. Vagy törekedni kell arra, hogy mindig fogjuk a kezét. Hogyha túl sokáig fogod a kezét, akkor kitépi magát. Ha nem vagy mellette, akkor úgy követhet el hibát, hogy nincs módod segíteni. Tehát én azt gondolom, és itt nincs tökéletes megoldás, hogy ott lenni mellette, és légy kész arra, hogy fogd meg a kezét, ha kell, de mihelyt lehet engedd el. Azért, hogy az önállóságát a legkevésbé vedd el, és azon nyomban add vissza, mihelyt lehet. Tudod? Tehát az embernél az a szörnyű, hogy nem tudja, hogy mire van szüksége, csak azt tudja, hogy mit akar. Nyugodtan kövessen el hibát, és hogyha megint hibára halmozok, egyszer csak meg kell állni, és szembe kell nézni ezzel. Az ember tapasztalat hiányában nem hajlandó belátni semmit. Nincs tapasztalás, nincs alapja a belátásnak. És nincs fájdalom. Mert a tapasztalás az legtöbbször fájdalom. De rengeteg boldogsággal is. Hogyha olyanná teszem a tapasztalást, akkor az boldogságos. Ha másféle módon cselekszem, érzek, gondolkodom, beszek, akkor az nyomorúságos is lehet. Tehát ez rajtunk múlik, és erre kell ráébreszteni. Hogy ő dönt, hogy merre megy, és mit hoz létre. És az igazi kérdés ilyenkor az, hogy ezt akarod? Másképp is tudsz élni. Ezt akarod? Ez az egész arról szól, hogy az embernek mi az útja, és az embernek az az útja, amit választ, amit dönt, amit cselekszik, beszél, gondolkodik, és érez. Ez az útja. És hogyha valaki nem választ, és csak a szenvedélyeit hagyja megjelenni, akkor az lesz az útja. Szintén szakmámból adódva. Amely? Teljesen szociális munkás vagyok, és különböző területeken hajléktalanul ellátásban szenvedélybeteget. Kohan Szemboszál, egy megtestesült bódhiszatva a körünkben, igen. Foglalkozom, és kívülállóként azt gondolom, hogy ezt át is tudja így az ember gondolni. És át is látja, és meg is tudja tenni. Viszont érintve családi kapcsolatokban. Ez nagyon-nagyon nehéz. Hogyan lehet ezt elfogadni? Tehát hogyan, mit tegyen a családtag annak érdekében, hogy ő képes legyen elfogadni, hogy az az ember, akit ő szeret,
az másképp dönt. Úgyhogy a szeretetet látja tisztán, és ezen keresztül nem akarja megkötni a másikat. Tehát a szeretet helytelen felfogásából következik a családi nyomorúságok 90%-a. Tehát azt hisszük, hogy a szeretet ragaszkodás, azonosulás, azt csinálja, amit én akarok, ez nem szeretet. Tehát ha valóban látom, hogy a szeretet micsoda, akkor tudok segíteni még a családban is ezen az emberen. Ezért mondtam az előbb, hogy tessék a szerepből kilépni. Tessék a dobozt ugye kinyitni és kilépni abból a kis katujából. És valóban látni az okot és az okozatot, és nem úgy, ahogy azt pusztán én szeretném, hanem hogy az valójában van abban az emberben. Ez inkább féltés. Féltés. Annak az embernek a féltés, akit ugye szeretünk, és féltjük. Te nem tudod önmagától megvédeni. Ezt hogyan lehet elfogadni? Úgy, hogy belátod, hogy annak az embernek a szabadsága az kiterjed önmagára és az életére, a választásaira, mindenre. Nem tudod önmagától megvédeni, és a legnagyobb tanítás, amit adhatsz neki, az az, hogy ezt a tudomására hozod. Hogy senki nem fog önmagadtól megvédeni. Sem én, sem más. Mert a szeretet nem az, hogy megkötlek, és meghatározlak, és terelgetlek, és nyakadra teszem a piros színű pólászt. Ez nem megy. Ez nem szeretet, ez más. Kimondhatjuk azt, hogy van egy olyan pont, amikor mondjuk vegyük alapul ezt a szituációt, amikor azt mondjuk, hogy a szeretet az elengedés. És az az elengedés, az lehet az adott félnek, aki mondjuk szenvedélybeteg, az ő elengedése, vagy, hát hogy ezt elengedésként lehet-e értelmezni, a másik félnek, aki mondjuk küzdött, vagy próbálta a helyes irányba terelni ezt a felet, az ő számára is elengedés? Tudod, hogy nem értettem az utolsó felét a kérdést, mert annyira próbáltad kicsontozni. Igen. Sikerült, összeomlott. Jó. Nyilván mondjuk egy családi kapcsolatban is el lehet engedni a másik felet. Attól, hogy szeretem, attól még elengedhetem, hogy járja a saját útját. Nagyon is, sőt. Na most onnantól kezdve viszont, hogy járja a saját útját, én azt mondom, hogy innentől kezdve viszont, mivel nem tudtam, nem is segítek, és lehet, hogy ez... Más. Az, hogy szeretem, nem azt jelenti, hogy pusztán elengedem, azt elfordultam tőle. Tehát a lélekben megmarad a kapcsolat, viszont sokkal nagyobb ugye lesz a körnek a sugara. Tehát elengeded úgy, hogy vissza is térhet. Járja a saját útját, de nem, nincs elszigeteltség, nincs egyedüllét, nem szakítottam meg vele a kapcsolatot. De elengedtem azért, hogy járja a saját útját, és élje a saját életét. És nem fogom megrólni, hogy miért nem hívott fel hetente. De tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor kell, akkor ott vagy, és amikor pedig nem kell, akkor nem vagy ott. És ezt az emberek nagyon-nagyon nehezen veszik tudomásul. Ez családon belül nem biztos, hogy meg tudja az ember oldani. Már hogy ott van, vagy nincs ott. Azért mondtam az előbb, hogy ha tényleg ilyen szenvedélybetegség vagy egyéb probléma van, akkor tessék a szolgálatoknak a segítségét igénybe venni, ezért vannak, és ezért fizetjük az adót, hogy ezek működjenek. Hát ezt nem lehet pusztán nukleáris családban, vagy vérszerinti családban megoldani, hogy ezeket a ugye, problémás karmákat az ember segítse, a folyamatokat levezényelje. Egyszerűen nincs elég energiánk rá. Ezért vannak a nagyobb közösségek és nagyobb csoportok, amiket arra konfiguráltak, és ezért tartjuk őket fönn, hogy segítsenek. Tehát be kell látni, hogy meddig ér el a kezed, és hogy mit tudsz megtenni. És az, hogy elengedtél valakit, az nem jelenti azt, hogy magányos lesz, vagy nem tud más segítséget igénybe venni. Azért kell föltenni ezt a kapcsolatbeli kérdést, hogy mi a dolgom ezzel az emberrel. Mert ez a kapcsolatot meg fogja határozni. Mi vele a dolgom? És itt már nem az van, hogy szülő, gyerek, társ, apuka, anyuka. Nem. Mi a dolgom? Egyszerűen, világosan meglátva az adott helyzetben. Nagyon sokat segít, ha ezt a kérdést magadban tisztázod. A keletiek máshogy viszonyulnak az ilyen problémákhoz? Amit láttam belőlük, és amiket kérdeztek, ez nagyon hasonló. Természetesen
gyereknevelés elve, társadalomtörténeti hagyományok, ezek mind mások. Ami nagyon fontos, hogy a gyerekben nem keltenek bűntudatot az ítéletalkotással már szinte születéstől fogva, hogy te jó vagy, rossz vagy, csúnya vagy, szép vagy, stb. Ez persze, ugye igyekszünk úgy csinálni, hogy aki teheti, segíti a gyereket, az önértékelését, stb. De amikor a gyerek hibázik, vagy nem úgy viselkedik, nem úgy fejlődik, nagyon gyorsan szétszakadunk ítéletalkotásba itt nyugaton. Ez keleten nem nagyon van. És a konfuciánus elvek szerint 7 éves koráig a gyerek a császár. Miért lehet az? Mert nem tudja. És mihelyt 7 éves korától úgy elkezd egy picikét többet gondolkodni, a kis egoitása is egy picikét keményebben érvényesülne, abból már lehet mit faragni. És azt akkor faragják is. De addigra olyan magabiztosan, annyira egészséges szemlélettel és szeretetben, ítéletmentesen ugye, nevelik, hogy az azért példaértékű. És a szenvedélybetegekkel hogy viszonyulnak? Nagyon keményen. Tehát az a helyzet, hogy van egy olyan kör, a szenvedélybetegnek a saját kortársai, a családja, akik elfogadják, de a társadalom az elképesztően keményen bánik velük, mert nem teljesítik a kötelességüket. Tehát nem arról van szó, hogy ők jó vagy rossz emberek, azért, mert szenvedélybetegek, hanem azért, mert nem tudja a feladatát ellátni, mint nagypapa, vagy nagyanya, vagy mint apa és anya, hogyha állandóan szódzsút iszik, vagy különböző egyéb mámorokba belemerül. Tehát egy konfuciánus társadalom az arra épül, hogy az egyénnek a csoport felé való kötelezettségei hogyan érvényesülnek. Egyén és egyén között is természetesen, de egy konfuciánus társadalomban az egyén és a csoport közötti kötelezettség, azok a vállalások a fontosak, amelyekből a társadalomnak a szövétnek a mátrixa fölépül. Ezért látod azt, hogyha egy vezető pozícióban levő ember hibát követel, akkor egészen a közelmúltig az egész nemzet előtt meghajolt, és bocsánatot kért. És ez azért fontos, mert ő a felhatalmazását ilyen alapon kapta. És nem kell demokráciáról, autokráciáról beszélni. Tehát egy ember és egy közösség viszonyáról érdemes beszélni, amely vagy korrekt, vagy inkorrekt. Tehát ő elvállalta valami módon azt a feladatot, hogy gondot visel egy családra, egy városra, egy országra, egy nemzetre, és ezt a viszonyt nem szabad elfelejteni. Nem szabad károsítani. És hogyha valaki károsítja, akár szenvedélybetegség, akár kapzsiságbetegség, akár haragbetegség, tehát ilyesféle aberrációkkal, akkor hibát követel. És nem teljesíti azt a kötelességet, ami fennáll közte és a csoport között. És mihelyt erre ráébred, azon nyomban bocsánatot kér és megbánja. Jó? Tehát ebből a szempontból nagyon kemények az ítéletek, de mint személyt, mint XY-t, persze, hogy szeretettel, együttérzéssel, segítséggel fogadják, és aki pedig olyan helyzetben van, hogy ugye kritizálhatja, az ugye kritizálja, és mondom, ebből a szempontból nagyon kevés a különbség, de a társadalmi szinten, nagyobb csoport szinten igen, családi szinten nem nagy. Távol keleten igen. A meditációs technikát alkalmazzák egy családban, hogy ilyen problémákat megoldjanak. Tehát jobban használják ezeket gyakorlatban a fiataloknál például, akár 17 éves gyermek. Nem. Ez szinte biztos, hogy nem. Ott a meditáció nagyrészt a zen szerzetesek és szerzetesnők privilégiuma mai napig, világiak alig meditálnak. A világi buddhisták, ők ilyen ceremóniákra és ilyen családerősítő foglalkozásokra járnak, hogy emlékezzünk nagypapára, nagymamára, hallgassuk meg a szútrákat, vegyünk részt együttérzés éneklésen, vagy a fogadalmainkat erősítsük meg, mint világi buddhisták az öt fogadalmukat. Tehát nagyon sokféle közösségi tevékenység van, de a meditációs praxis az nem hagyja át úgy az életet, mint akár nyugaton. Ezt fogjuk fel. Teljesen másképp működik. És azon is dolgozunk Koreában, mint nyugati szerzetesek, hogy ez a fiatalok számára elérhető legyen, és ez az, amit iszonyú nehéz megváltoztatni.
Tehát, hogy ne azt higgyék, ami 1700 éven keresztül volt, hogy ha te meditálni akarsz és meg akarsz világosodni, akkor le kell vágni a hajadat, föl kell menni a hegyre, azt ott élni az életed nagy részét. És ezt tudjuk, hogy nincs így. Tehát nagyon kevés a világi gyakorló, akik a meditációt tényleg úgy gyakorolják, ahogy azt a szerzetesek szerzetesnők azzal a szemlélettel. Nagyon erős a különbség a világi és a ugye, felavatott gyakorlók között. És ez az, ami nyugaton számunkra, mint lehetőség megadatik. Ugyanis nyugaton teljesen mindegy, hogy milyen hajzatod van, egész, feles vagy nullás, gyakorolhatsz. És a meditációt már lefordították jó páran a hétköznapi élet olyan területeire, szenvedélybetegségtől kezdve családsegítésig és egyéb helyekre, Amerika ebben élen jár. De Európa is, itt egy kicsit több a konzervatív akadály, de ezeket is le lehet küzdeni. Tehát ez praktikusan lefordítható az élet bármely területére. Miért? Mert ezt is a tudat teremti. Amilyen minőségű tudattal élünk, olyan minőségben teremtjük ezeket az életterületeket. Hozzuk létre az intézményeket, a benne működő munkacsapatokat, és a többi, és a többi. Tehát a tudat tisztasága, működőképessége azonnyomban visszahat ezekre a területekre, és már rég nem csak a családnál, vagy éppen a kis csoportoknál vagyunk, hanem sokkal nagyobban is. Tehát ez az, ami keleten nem működik. És ezért kellett többek közt nyugatra jönni ennek a tannak, hogy egy teljesen friss kezdése legyen. Ugyanis itt nem több évszázadnyi történelmi és politikai teher érvényesül, hanem az, hogy ha most leteszed az összes ragaszkodásodat, ha most megszabadulsz az összes dualisztikus nézetettől, ha most az egoitásod ellobban, akkor ebben a pillanatban eléred a megvilágosodást. Na, ezt odakint nem hallod. De csak azért, hogy kiegyensúlyozzuk, azért a nyugati vallásosság, amikor odament, ott se a különböző politikai történelmi és társadalmi terheket vitték magukkal, hanem az, hogy ha most hiszel, akkor vele vacsorálsz, ebben a pillanatban. Tehát ez is egy friss kezdés volt, amire hát azért, ha ránézel, tényleg elég nagy szükség volt. Van is. Remélem, hogy mindannyian azt az utat járjuk, amit szeretnénk. Tudatosan és tiszta tudattal döntünk, és arra használjuk fel ezt az időt, amire emberileg leginkább tehetjük, hogy felébredjünk, a valóságot a lehető legteljesebben megéljük és meglássuk, és ezáltal eljussunk igazi önvalónkig, amely soha nem különül el az énképünktől és az élményünktől, csak akkor, ha ezt mi így akarjuk. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy minél többet gyakorolhatunk együtt, akár itt Halasson, akár a környező településeken, ahonnan megköszönöm, hogy eljöttetek, vagy pedig a templomunkban, ahol is a 90 napos visszavonulásunk, az már ezen hó folyó november hó végétől indul, és tart március 1-ig. Erre mindenkit sok szeretettel várunk. Köszönöm a figyelmet!